Battyány Stratmann László díjat kapott dr. Erdl Tibor, a PTL Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára. Az egészségügyi ellátás fejlesztése terén szakmai, közszolgálati munkájában elért kimagasló teljesítményéért, aki áttekintve eddigi életművét a következőket emelte ki pályafutásából. Talán a legsikeresebb periódus az az volt, amikor a klinikán kialakult a neonatológiai tanszék. A neonatológiai tanszék megújult szerkezetében egy pályázat révén az egyetem 460 millió forintos műszerfejlesztésben részesült, amelynek egy jelentős része itt a klinikán valósult meg, és nagyon fontos az is, hogy az ember a munkatársait, akik majd átveszik a stafétabotot, milyen munícióval engedi útjára. Jelenleg 8 orvos kollégával dolgozom, mindenkinek gyermekgyógyász és neonatológiai szakképesítése is van, és 3 közülük tudományos minősítéssel is rendelkeznek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt helyben az, hogy a szegényesen felszerelt újszülött osztályból egy jól felszerelt és magas szaktudással rendelkező orvos kollektívával folytatja a munkáját, ezt mindenképpen örömmel nyugtázom. De a másik nagy dolog szerintem a mi szakmai elismerés az az, hogy a szakmai kollégiumi rendszerben a neonatológiai tagozat vezetésével bízott meg az államtitkár, tehát országosan is rengeteg teendő van, hogy ezt a kis szakmát megfelelő szintre hozzuk fel. Közszolgálati tevékenységéből általános szak- és továbbképzési DK-helyettesként végzett tevékenysége volt a legmeghatározóbb, emellett az oktatás és a fiatalok továbbképzése mindig különösen fontos volt számára. Nagyon fontos az, hogy az ember önzetlenül segítse a fiatalokat. A mi korunkban már nem nekünk kell az első szerzőnek lenni, nekünk kell adni tudományos témát, kutatási területet a fiatalabb kollégáknak. Ezt a kutatási munkát irányítani kell, segíteni kell, támogatni kell. Ezt a fajta segítőkészséget én szeretném, hogyha minél többen gyakorolnák, hiszen amit mi elültettünk magot, abból nőjön inkább nagyon fa, mint amilyenek mi voltunk vagy vagyunk. Erdl Tibor fő kutatási területe a neonatológia, vagyis az egészséges és a beteg újszülöttek élettanával, kórtanával foglalkozik. 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, több mint 3 évtizede dolgozik Pécsett a szülészeti klinikán.